Szántó Zoltán, Paks alpolgármestere ünnepi beszédében összehasonlította a két települést, a megállapodást új lehetőségek kapujaként említette. Városunk minden rendelkezésére álló eszközzel támogatja mindazon kezdeményezéseket, melyek elősegítik azt, hogy minél több polgár részesüljön a magyar nemzethez való tartozás határok által meg nem osztható felemelő élményében. Az első kapcsolatfelvétel néhány évvel ezelőtt történt meg. Süli János miniszter akkori polgármester munkája nyomán érett be a mostani megállapodás. Egyértelműen elköteleztük magunkat, hogy akkor nagyon fontos nekünk, Zentáról is jöjjön létre, vagy Zentával is jöjjön létre ez a testvérvárosi kapcsolat. Az együttműködés első szakasza most lezárult. A testvértelepülési szerződéssel egy keretet hoznak létre. Mindkét önkormányzatnak az a célja, hogy ezek a szervezetek, amik a két településen vannak, menni gyümölcsözőben a jövővel együtt tudjanak működni, hiszen az egész keret egyezménynek, testvértelepülési szerződésnek ez a lényege, hogy közelebbre hozzuk a lakosainkat, polgárainkat. Ceglédi Rudolf szeptember 11-ére Zenta városnapjára meghívta a magyar delegációt és átadta a paksiak számára a zentai polgárok üdvözletét.